Köszöntöm a Telenap magazin nézőit, Csobán Katics Bernadett vagyok. Mutatom, mivel készültünk a mai napra. Államtitkári látogatás, több lehetőség is rejlik a holtágak megmentésében. Faültetés, elindult a Babaliget projekt, 40 fát ültettek el Tolnamözsön. Mártonnap, a mözsi zöldkert óvodában is ünnepeltek. Élményfestés, balatoni látkép elevenedett meg a Vásznon. Újabb tervekkel és ötletekkel bővült a tolnai Dunaholtág megmentése. Móring József, a dél-dunántúli régió fejlesztésért felelős kormánybiztos a térségben tett látogatása során kiemelte, hogy a holtágrendszer rehabilitációjában sokkal több lehetőség van, mint az élővilág megmentése. Gyönyörű őszi tájkép fogadta a Hó-Duna tolnai ágához érkezőket. A vízszintje sem tűnik most alacsonynak, bár a magas iszapréteg miatt ez csalóka lehet. Ez a partszakasz nem sugárzott mindig ilyen nyugalmat, hiszen az elmúlt nyáron a tolnaiak is megnémültek, hogy elveszthetik ezt a természet adta csodát. Ugye már nagyon-nagyon régóta tudott az, hogy a tolnai holtág, és ehhez kapcsolódóan nem csak a tolnai, hanem azzal összekötetésben lévő Faddi, illetve a bogyiszlói holtág problémája is egyre sürgetőbbé válik, és a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács megbízásából készült egy nagyon komoly tanulmány a tekintetben, hogy hogyan lehet ezeket a vizeket rehabilitálni. És most abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy kormánybiztos úr ellátogatott a tolnai járásba, és a polgármester urakkal meg tudtok mutatni azokat a problémákat a helyszínen is, amik nekünk nagyon régóta fejtörést okoznak, és most már látjuk talán az alagút végén a fényt is, hiszen van egy olyan terv, amire talán aminek segítségével megoldást is találhatunk ezeknek a problémáknak a megoldására. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha azokat a célokat kitűzzük, amiket megfogalmaztunk már a tanulmányban is. Tehát az nagyon fontos, hogy mi szeretjük a Dunát, de maga a víz hasznosítása szempontjából azért ne felejtsük el a mezőgazdasági hasznosítást, és ugye az elmúlt nyár az talán még sürgetőbbé tette ennek a problémának a megoldását, hiszen látjuk, hogy az a mezőgazdasági gazdálkodás, ami korábban folyt, hogy olyan növényeket termesztettek itt a környéken, amiket nem kellett öntözni, most az elmúlt évek, és még egyszer mondom, főleg ez a nyár megmutatta azt, hogy kell öntözni, tehát hogy szükség lesz az öntözésre. Ugye adja magát ezen a területen, hogy itt ebből a hatalmas vízterületből lehetne öntözni, ha lenne víz. De nincs víz, hiszen nincsen közvetlen összeköttetése az élő Dunával. Úgyhogy ennek a problémának a megoldásáról beszéltünk ma. És mindamellett még egyszer mondom, hogy nekünk magunknak is fontos a Duna. Szeretjük. Itt élünk, a Duna halát esszük, és én azt gondolom, hogy azt a természetközeli állapotot igyekszünk és igyekezzünk is megtartani még nagyon-nagyon sokáig. Úgyhogy én remélem, hogy segítséget kapunk majd, kormánybiztos úr megtesz mindent majd azért képviselő úrral együtt, hogy segíteni tudjanak. Móring József, a dél-dunántúli régió fejlesztésért felelős kormánybiztosa kiemelte, a holtágban rengeteg lehetőség rejlik. A térség talán legnagyobb értékének és vonzerejének különös jelentőséget ad az, hogy egy rendkívül aszályos év végén járunk, és az itt a közelben lévő dunai holtágak vízvesztése is ráirányítja a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodásra az elkövetkezendő időben lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint ahogy azt eddig tettük. Azért, hogy megőrizzük ezeket az élőhelyeket, azért, hogy a mezőgazdasági termelést hatékonyabbá tudjuk tenni az öntözéssel, és nem utolsó sorban azért, hogy sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk az itt élőknek és az ideutazóknak. Hogyha ezeket összekötjük, és ezek élő kapcsolatot tudnak kialakítani, akkor egymáson is tudnak segíteni, hogyha valami gond van. Csodálatos, olyan festői helyeket láttam, amit halálos vétek lenne veszni, hagyni, ha csak és kizárólag a turisztikai hasznosítást nézni. De ezen túl ugye
kiemelkedő a kajakkenupája, ami sportot, élsportot szolgál, és hogyha kellő mennyiségű vizet tudunk tárolni huzamosabb ideig, akkor az a fajta öntözéses gazdálkodás, ami a 80-as években, kimondani is szörnyű, hogy milyen rég volt, de virágkorát élte, akkor az visszajöhet, és akkor, amikor azt szem előtt tartjuk, hogy három dolog fogja meghatározni az életünket az elkövetkezendő időben, az energia, a víz és az élelmiszer. Ha itt víz és élelmiszer lesz, az életünk két olyan fontos területét tudjuk előre vinni, ami miatt nagyon sokan irigyelni fognak minket. Horváth István a sajtótájékoztatón elmondta, nemrég szakmai kirándulást tettek a Kürdös vidékén, ahol a vízhasznosítást is tanulmányozták. Sok mindenben azért összecseng a Kürdös vidéki vízrendezés, meg itt a dunamenti vízrendezés, és én a magam részéről azt fogom képviselni a következő időszakban, hogy javaslom a kormánynak, hogy vizsgálja meg a Dunán egy vízlépcső építésének a lehetőségét, mert nyilván amikor 40 évvel ezelőtt ugye a Bős Nagymarossal kapcsolatosan, vagy 35 évvel ezelőtt a Bős Nagymarossal kapcsolatosan az akkori természeti klimatikus adottságoknak figyelembe érthető volt a vízlépcsővel kapcsolatos fenntartás, azóta eltelt közel 40 év, teljesen megváltoztak a klimatikus viszonyok, és adott esetben én azt gondolom, hogy időszerű a Dunai vízlépcsőnek az újragondolása. De nyilván ez a vízlépcső újragondolása, ez egy hosszú távú történet, belefér egy ilyen stratégiába, meg kell is erről beszélni, nyilván ezt majd szakmailag még meg kell vitatni, de nekünk itt a Tolnai járásban egy gyorsabb megoldást is kell keresni. Itt is van két lába a dolognak, ugye egyszer beszélünk a víz utánpótlásról, az egy dolog, a másik után a mederrendezésről, mert hiába hozunk bele vizet, olyan magas a meder, hogy nem tudja megtartani a vizet, és ez mondjuk főleg a Tolnai Holtágra jellemző magas feliszaporodás. Tehát jelen pillanatban készítettünk elő egy szakmai anyagot, ennek ehhez a pénzügyi forrás megkeresése az folyamatban van, tehát hogyan tudnánk a medret rendezni, és a víz utánpótlásra kapcsolatosan két megoldás van. Az egyik az ugye az élő Dunáról, erről is van egy tanulmány, ez is ilyen például a pénzügyi kérdés, de elő van készítve ugye a régi szivattyúháznak a beindítása. Ott igazából az üzemeltetési költségek, amik adott esetben kérdéses, hogy ezt ki fogja vállalni, meg ki fogja üzemeltetni. A másik az, hogy gravitációs úton ezt hogy lehet megoldani. Itt az erőmű kérdése merül föl. Ugye beszélünk Paks 1-ről, Paks 2-ről, Paks 2-t is inkább középtávonnak látom, de az, hogy a Paks 1-nek a 30 éves meghosszabbítása az ilyen pillanatban az már folyik, így azt gondolom, hogy előbb tudunk Paks 1-ből vizet csiholni, mint Paks 2-ből, és alapvetően az lehet a megoldás a vízutánpótlásra, hogy még korábban csak az ilyen kondenzációs vizek érkeztek a faddi holtágba. Most viszont én azt gondolom, hogy a hűtővíznek az ideirányítása az lehet egy olyan stabil megoldás, ami gravitációs úton tudja a vizet eljutatni. Az országgyűlési képviselő szerint a problémáknak az egyik lehetséges hosszú távú megoldása egy vízlépcső létrehozása lehet, azonban most a mielőbbi megoldást kell megtalálni. Ugye mindenki másképp érintett, hogy hogyan kívánja ezt hasznosítani. Azt gondolom, hogy ilyen pillanatban forrásokat könnyebben találunk akkor, ha a mezőgazdaság, illetve víztározó hasznosítást tűzünk a zászlónknak a tetejére. Tehát ebben is maradtunk a kormánybiztos úrra, hogy ezt a víztározót, ez az ő javaslata is volt, hogy a víztározó és mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatosan elsődlegesen, és ami számunkra fontos, hasznosítás, de gyakorlatilag a forrás szempontjából viszont másodlagos, ez a turisztikai meg a sport. De összességében ezen hármasnak az együttes megléte szükséges ahhoz, és úgy néz ki, hogy ebben a víztározó és a mezőgazdaság hasznosítás az, ami célszerű lenne, és ezért rövid távon a Paks 1-gyel kezdünk el egy kezdeményezést, hogy rövid távon hogy tudunk vízutánpótlást tenni. Tehát nincs egy jó megoldás, hanem több megoldást kell párhuzamosan futtatni, és ebből lehet rövid távon, középtávon és hosszú távon megoldás.
Elindult a Babaliget projekt, 40 fát ültettek el Tolnamözsön. Az önkormányzat fásítási programjának részeként a mözsi temető mellett a korábban természetes vízgyűjtőként szolgáló, napjainkban már feltöltött területen tervezett liget kialakítására 40 darab csemetét vásárolt. Az eseményen 21 család vett részt. Pont az a cél, hogy ennek a ligetnek a megkezdésével, megvalósításával elinduljon egyfajta közösségi, társadalmi kohézió is, ami segíti azt, hogy születendő gyermekeink és a családjaik érezzék azt, hogy a gyökereik itt vannak a szülőföldön, a településen és a hazájukban. Mondta Herczig Lászlóné, az önkormányzat mellett működő Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport vezetője, akkor, amikor felmerült a Babaliget kialakításának ötlete. A park nem csak növények gyűjtőhelye lesz, a tervek szerint, de sziklakert és padok is kikerülnek annak érdekében, hogy otthonosabbá tegyék a mözsi temető melletti területet. A 2021-ben, illetve a 2022. október 30-áig született babáknak ültettek fát Tolnamözsön. A Babaliget projekt kezdeményezője a nemrégiben megalakult Tolna és Mözs virágosításáért munkacsoport volt. Valamikor régen egy országos műsorban, nem emlékszem már rá, hogy melyikben, egy dokumentumfilm volt, ha jól emlékszem, és abban az egyik település életéről volt szó, de ez nem mostanában volt, és akkor megragadott ez a jelenség, hogy fát ültetni úgy, hogy a gyermeknek a nevére, és valahogy miután ez a csoport megalakult, arra gondoltam, hogy ezt nálunk is nagyon jó lenne meghonosítani. Amikor kiírtuk tulajdonképpen ezt a jelentkezési lehetőséget, akkor már jeleztük a szülőknek, hogy azoknak a jelentkezését várjuk, akik utána vállalják azt, hogy ezt a kis fát gondozzák, időnként meglátogatják, aszályos időben esetlegesen megöntözik, és egyáltalán törődnek vele. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelkép, hiszen azzal, hogy a fának nevet adunk, azzal tulajdonképpen a tulajdonosának valahol a gyökereire utalunk, hogy ez az a terület, ez az a hely, ahol ő született, és ahol ő tulajdonképpen mindig otthonra talál és visszatalál. Az önkormányzat fásítási programja részeként a mözsi temető mellett a korábban természetes vízgyűjtőként szolgáló, mára már feltöltött területen tervezett liget kialakítására 40 darab csemetét vásárolt. 22 szülő jelentkezett erre a faültetésre. Nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz mostanában a pandémia utáni időszakban az embereket összehozni, és pont ez volt az a pont, ami miatt úgy gondoltuk, hogy ezt most érdemes lenne megpróbálni. A fásítás tervezését és ültetését Mercel György kertészmérnök, a munkacsoport tagja vezette. Az eseményen a teren a Kft. Dolgozói, az érintett családok, valamint civil segítők vettek részt. A területen 5 nyárfát, 12 házsfát és 11 kőrist, illetve 12 tölgyfát ültettek el. Előzetesen megnéztük azt, hogy hány gyerek született 2022-ben az első fél évben, és ott 46-os számot láttam. Nyilván október 30-ig még voltak olyan kisgyerekek, akik megszülettek, és úgy gondoltuk, hogy ez a legnagyobb terület, ahol tulajdonképpen ezt a munkát el tudjuk kezdeni, hiszen itt 42 fát terveztünk elültetni. Minden család választhatott gyermekének egy fát, a kicsik nevét táblák őrzik. Herczig Lászlóné elmondta, a mostani első alkalom után jövő tavasszal tartanak egy névadó ünnepét. Először nyilván az ültetéssel kezdünk, aztán tekintettel arra, hogy ide 40 fát terveztünk, de a kisgyermekek száma 22, ezért a tavaszi időpontban ismét akciót fogunk hirdetni, akkor viszont már névadó jelleggel. Tehát próbáljuk folytatni, és próbáljuk azt elérni, hogy a fáinknak neve legyen, és gondozója legyen, és olyan emberek foglalkozzanak ezzel, akik valóban szeretnének törődni ezekkel a fákkal. Most rövid reklám következik, de maradjanak velünk, mert rövidesen folytatjuk a Telena magazint, és megmutatjuk, hogyan telt a Márton nap az óvodában.
autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Más intézményekhez hasonlóan a Mözsi Zöldkert óvodában is megünnepelték a Mártonnapot. Az eseményre a szülőket, családtagokat is szeretettel várták. A résztvevőket süteménnyel, zsíros kenyérrel és teával kínálták. A gyerekek pedig énekekkel, versekkel is készültek. Induljunk el világgá! Elindult a hatliba, totyogott a laziba, elől ment a liba mama, hátul meg a zöld kis liba. Megtörtént a galiba, elveszett egy kis liba. Liba mama gágok nagyon, kicsi libám, hol csavarok? A Tolna-Mözsi Zöldkert óvodában a német nemzetiségi hagyományok ápolását rendkívül fontosnak tartják. Ennek következtében a Mártonnap kiemelt jelentőséggel bír az intézmény életében. A tradíció több tíz éves múltra tekint vissza, mondja a telephelyvezető. Örülünk, hogy immár együtt ünnepelhetjük a családokkal Szent Márton ünnepét. Egy kis műsorral készültünk a gyermekekkel, amelyre nagy-nagy örömmel készültek a hét folyamán. Utána egy közös táncra invitálnánk a szülőket is, Molnár Orsi kíséretében, zárásul pedig a megszokott lámpás felvonulással zárnánk ünnepünket. Egész hetes Márton projektet hoztunk létre. A hét folyamán különböző programokkal készültünk a gyerekeknek. Kézműveskedtünk, lámpásokat készítettünk, süteményt sütöttünk, verseltünk, meséltünk, mondókáztunk. Sütivel és lámpással, meg fölvonulás, meg egy verssel. Liben, lábán, sárga, csizma, gúnál, valga, jámál, vajta. Abba megy a libabájba, 33 libabája. Libabájba vízibál van, csupa-csupa vízitánc van. Ott folyognak, ott sülyögnek, ha megunják, megfürödnek. A kis libám elbújt, sehol se látom, bármerre nézek, jaj, nem találom. Óriási felhőbe bújt a napocska, árnyékot vetve a kertre, a tóra. Na akkor ti jöttök, hogy is szól ez a nóta? Süspára, fényes nap, gyertek alak, aludaim megfajnak. Novemberi csütörtök, vidám ez a sütőtök, világít a semmürege, pedig nincsen semmüvege, csak egy tök fej kalapja, gömbölyű az alakja, közepére mécses, ha megsütjük édes. Megismertük Mártonnak a legendáját, amely során kiemeltük azokat az értékeket, amelyek a gyermekek számára nélkülözhetetlenek a mindennapi életünk során, mint például a tisztelet, a megbecsülés, a szeretet és a segítőkészség. Légy kegyes szellő, fúj
vidd el a felhőt, hadd találjam meg a kóza tekergőt. Sűrű erdőbe vagy nádas aljába, merre induljak, hol lelek rá. Nem először szervezett Tolnán élményfestést Bárdos Gutpintér Edit. A résztvevők ezúttal egy balatoni látképet vihettek Vászorra. Az alkotó azt mondja, sokan félnek ecsetet ragadni, pedig festeni sokkal egyszerűbb, mint amilyennek tűnik. A festés egy művészeti ág, azonban nem csupán a profik kiváltsága. Az ecsettel való alkotás ugyanis amellett, hogy szép képeket eredményez, számos egyéb pozitív hatással is bír, ezeket pedig bárki élvezheti, aki az ehhez szükséges eszközökhöz nyúl. Biztosan hasonló véleménnyel van erről Bárdos Gutpintér Edit is, aki nem először szervez élményfestést Tolnán. Hogy megismerjék a festészetet, hogy lássák, hogy sokkal könnyebb ez azért, hogy ahogy látszik, ugye azt hiszik, hogy milyen nehéz ez, és nem tudnak, és utána rájönnek, hogy mégis milyen jó és könnyű ez, és egy élmény, ezért is élményfestés. A programon bárki kortól nemtől függetlenül részt vehetett. Az sem okozott gondot, ha valakinek még sosem volt a kezében ecset. Gyerekek is nagyon élvezik, mert mást, mint egy rajzóra, azért itt szabadabban lehet alkotni. Ma egy balatoni tájképet fogunk megfesteni, ugye ez azért mindenkinek a szíve csücske, és ez ugye színekben is mindig változik, ugye időjárástól függően is, és bármit alkothatnak rá színekben. Szélét meghúzom, hogy ne legyen ilyen kiálló, azért kicsit távolabban is a fák azért nem annyira látszódnak. Látod, a sárgába nyúlok csak bele, és össze tudom keverni a vászon a színeket. Belemegyek a zöldbe, és akkor nem kell itt kevergetnem a... Meg akkor nem is adja vissza azt a foltos színt. Editet elmondása szerint a művészet már gyerekkora óta foglalkoztatja. Csongrádon születtem, és itt jártam rajziskolába. Én műkrömépítőként is dolgoztam és versenyeztem, úgyhogy ebből kifolyólag már ott alkottam a körmökre, de igazából itt, mikor ide költöztem 2013-ban, akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a festészettel és az olajjal, és azóta próbálok kibontakozni nagyméretű festményeket. Ezek a nagyméretűek 190-140 cm-es képek, de nagyon szeretem a portrékat, az absztraktot, igazából mindenben nagyon szeretek belenyúlni és alkotni. Fejlődni mindenképpen, ezt mindig tanulni kell. Én a portrékat és ezeket a teljesen fotorealisztikus képeket szeretném ugye előhozni magamból. Azoknak, akik most azon gondolkodnak, hogy belevágnak a festészetbe, az alkotó azt tanácsolja, hogy először mindenképpen a tájképekkel kezdjenek. Mert ott azért nincs az a behatárolás, mint egy portréba, hogy azért az kicsit magasabb szint, de mindenképpen egy tájkép csendélet ezekkel. Akrillal mindenképpen, azzal kezdeném, az olaj egy kicsit bonyolultabb technika, és ez elérhető ugye már bárhol megvásárolható, ecsetek is, a vásznak is bárhol meg lehet már venni őket, nem is annyira drágák, és akkor ezzel neki lehet állni. Kikapcsolja az agyat, és nem azon gondolkodik az ember, hogy mik a napi teendők és problémák, hanem teljesen kikapcsolja az embert, és oda tud koncentrálni, amit csinál akkor. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!